Ezt ö, okos falunak mondjuk, de valójában ez a kis településekről szól, tehát a tízezer fő alatti kis településekről. Itt a falut nem kell összekeverni a 200 fős, előregedett bakonyi településekkel, tehát élő, ö, valós kis településekről van szó. Tulajdonképpen egy sok minden témára kiterjedő, digitális szövetkezeti modell, ezt tudom mondani erre az okos falura. Valójában arról van szó, hogy mindaz a rengeteg áldás, amit egyébként a városlakók, a nagyvárosok lakói élvezhetnek a digitális forradalom jóvoltából, ezeket jelenítsük meg a kistelepüléseken. Ugye tudva levőleg, hogy kistelepüléseken bezárnak a posták, a kocsmák, az üzlet, a bank, a minden bezár, ez nyilvánvalóan a tőkének az érdeke, hogy, hogy összpontosítani tudja az erőforrásait. Na de hát ennek kell legyen ellenszere, ez pedig az, hogy a legkülönbözőbb digitális megoldásokig, például még akár az, hogy az orvos is tudjon mobiltelefonok útján legalábbis alapvető, minimális dolgokat intézni. Ehhez, ehhez, ehhez meg kell teremteni a feltételeket, többféle feltétel van. Fizikailag talán inkább rendben vagyunk, hiszen minden faluban elérhet, minden kis településen elérhető az internet. Sokkal inkább az, hogy mi magunk, ott lakók, eh, tudjuk kezelni, és tudjuk alkotni ezeket a digitális platformokat. Csak most mondok egy konkrét példát, hogy amikor kihívjuk a mentőt, és mondjuk azért, mert valamelyik családtagunk rosszul van. Az egészen más, hogy fest egy orvosnak, egy mentőtisznek is, hogyha mobiltelefonnal tudjuk mutatni, hogy hogy veszi a levegőt, mint hogy csak annyit mondunk, hogy Jézusom szegény kell, nagyon nehezen lélegzik, vagy, vagy, vagy egyáltalán ki van fehéredve, nincs ki fehéredve, tudatánál van -e, nincs tudatában. Tehát ez most csak egy példa, de ugyanúgy meg lehet oldani digitális platformokon az, hogy a helyi iskolának, a helyi óvodának honnan jöjjön az alma, miért kell azt nekünk spanyol almát venni, miért nem lehet a szomszéd faluból megvenni. És ezek a platformok ezek összehozzák ezeket a lehetséges szolgáltatásokat. Én nagyon sajnálom, hogy mivel ez egy szövetkezeti modell, ezért Magyarországon ez nagyon nem volt népszerű. Ellenben Ausztriában és Németországban van már több száz olyan település van, amelyik elmondhatja magáról, hogy ő igen egy okos falunak tekintendő az európai léptékekben is.